Sziasztok harcosok, sziasztok túlélők, Eszter vagyok, és köszöntelek benneteket a csatornámon. Ez a csatorna a narcisztikus kapcsolatok mindennapi dinamikáját mutatja be. Aki még nem iratkozott fel, viszont a téma érdekli, az iratkozzon fel. Akinek meg majd ez a videó tetszik, az a végén adjon nekünk egy lájkot. Na, ma a no contactről fogok beszélni egy kicsit, mert úgy érzem a hozzászólásaitok alapján, hogy erre ismét nagy szükség van. Hát ugye nehéz a no contact, de ma azt fogjuk taglalni 7 pontban, aztán lehet, hogy utána több is eszembe jut, még nem tudom, hogy miért jó nekünk a no contact. Miért fontos, miért jó, miért egy pozitív dolog nekünk a no contact. Na, akkor kezdjük ezt. Elvágjunk is bele. Először is a no contact egy hosszú távú döntés. A no contact nem arról szól, hogy most majd délután 2-ig no contact, vagy hétfőn, szerdán és pénteken no contact. Egyszer elhatározzuk, hogy no contact, akkor az no contact. Nagyon szeretném, hogyha ezzel a lelkülettel határoznánk el, hogy tényleg most már nem beszélünk a narcisztikus bántalmazó partnerrel, hanem hogy kiszorítjuk őt a mi életünkből. Vannak bizonyos döntések, amelyeket hosszú távon kell eldöntenünk. Ez a no contact, és ugyanez a szürke szikla is. Nézzük meg, hogy miért jó ez a no contact nekünk. Első szempont, amiért nekünk a no contact az egy pozitív döntés, mert a no contacttal magunkat védjük. Ezen azt értem, hogy ugye többen jöttetek, hogy jaj, hát de ez ugyanolyan, mint a csendelverés. Nem, itt a nézőpont, ami miatt mi alkalmazzuk azt, hogy nem beszélünk többet a narcisztikussal, a technikának az alkalmazásának a nézőpontjában vannak a különbségek, rejlenek a különbségek. A csendelverés az egy büntetés, és nem állandóra szól. A no contact, tehát mi alkalmazzuk, mi, akiket bántalmaznak, alkalmazzuk, azért, hogy védjük magunkat a további káros hatásoktól. Tehát nem azért nem beszélünk a volt partnerrel, mert büntetjük a volt partnert, bár megérdemelni, hanem azért, mert magunkat védjük. És hogyha ez a perspektíva van a mi fejünkben, akkor talán a no contact szabályait, a nem kommunikálás szabályait könnyebb betartani, mert tudod, hogy a magad érdekében teszed ezt a lépést. A második ok, amiért a no contact nekünk nagyon jó, az az, hogy már nem tudnak hatni a narcisztikusok a mi tudatalattinkra. Emlékeztek, hogy több videóban már mondtam nektek, hogy a narcisztikus manipulációja az, ami tudatalattinkra hat. És ezért olyan nehéz kivédeni az ő manipulációit, mert mi nem a tudat alatti világban élünk, hanem a tudatos világunkban élünk. Mi a tudatos világban bonyolítjuk a mindennapi teendőinket. Viszont a tudat alattinkra hat a narcisztikus, és a tudat alattink minket is irányítanak. Tehát, hogyha valaki a tudat alattinkat manipulálja, az végül is minket irányít egy ilyen alattomos, manipulatív módon. Amikor elhatároztuk, hogy no contact, végre nem tudnak ezek a káros emberek, ezek a toxikus emberek a mi tudat alattinkra hatni. A harmadik, amiért olyan jó nekünk a no contact, az az, hogy ezzel is a hitelességedet bizonyítod. A nem az azt jelenti, hogy nem. No means no. Mert mikor mi minden alkalommal megszegjük a no contactet, és visszatáncolunk, a saját hitelességünket romboljuk. Mert akkor a narcisztikus látni fogja, hogy ó, hát az Eszter csak dumál, hogy nem, az azt jelenti, hogy nem, hogy no contact, és eltelik egy hét, eltelik 5 nap, és visszajött az Eszter, és felhívott az Eszter, és rám írt az Eszter. Tehát az Eszter szavai semmit nem jelentenek. Ez egy félős kislány, aki nem tud nélkülem élni, és csak mutogatja a kis izmait, hogy no contact, no contact, és a végén a szavai semmit se érnek. Tehát amikor mi ragaszkodunk a no contacthez, akkor mi a hitelességünket, amelyben a narcisztikus egész eddig nem hitt,
bizonyítsuk a számára, és bizonyítjuk önmagunknak is. Vegyél komolyan, amikor azt mondom, hogy elég, akkor elég. Ha azt mondom, itt a megáll, akkor itt volt a megáll. A negyedik ok, amiért nekünk a no contact annyira jó, az az, hogy végre a tied, a miénk, az utolsó szó. Itt mutathatod meg a legjobban a hatalmadat a kapcsolat fölött. Itt van az, amikor végre tied az utolsó szó. Te raktad a pontot a mondat végére. Itt a vége, nincs tovább. És ez a narcisztikus számára a legváratlanabb fordulat a kapcsolatban. Mindig azt hitte rólad, hogy te ilyen kis gyenge hitelességedet vesztett, kis nyuszi-muszika vagy, és most hirtelen te, a kis gyengus nyuszi-muszi, megforgattad a forgatókönyvet, nem a forgatókönyv szerint működsz, kilépsz a neked előírt szerepből, odarakod a mondat végére a pontot, és a legváratlanabb pillanatban azt mondod, hogy a tied volt az utolsó szó. Az ötödik pont, amiért a no contact nekünk annyira hasznos, az az, hogy ez a legnagyobb büntetés a narcisztikusnak. Hát most itt kigonoszkodjuk magunkat egy kicsit, de nekünk ennyi jár. Szóval ez a legnagyobb ütés a narcisztikusnak, mert a mi csendünk, ez az abszolút tudatos csendünk, ez a vas, kő határok húzása, ez a tudatos határhúzás, és ennek a csenddel való kifejezése mit fejez ki a narcisztikusnak? Az, hogy semmibe nem veszlek már. Nem érdekelnek az SMS-eid, nem érdekelnek az üzeneteid, nem érdekelnek a hívásaid. Számomra te megszűntél. Elvesztetted a hitelességedet, nincs ereje a szavaidnak, nulla vagy nekem, nem létezel. Ez az üzenete a no contactnek. És a narcisztikus, ugye, akinek annyira kell a táplálék, annyira kell a csodálat, annyira kell az energia, annyira kell, hogy őt mindenképpen észrevegyék, és hogy ő a legjobb fényben tüntesse állandóan föl magát, és az emberek a lábai elé boruljanak, és mindenki neki higgyen, és mindig ő akarja megmondani, hogy mi az igazság, hirtelen ott vagy te, aki a semmibe veszed. Előtte persze csodáltad, de most, hogy kiismerted, a semmibe veszed, és a te tudatos csendeddel ezt is kommunikálod neki. Félreérthetetlenül. A hatodik ok, amiért nekünk a no contact annyira jó, mert végre nem állunk be a támogatók sorába, hosszú tömött liba sorába. Mi nem támogatjuk a narcisztikust, mi nem fogjuk őt az utolsó pillanatban elkapni. És nem csak azoktól a szenvedésektől nem fogjuk őt megmenteni, hogy például nincsen pénze, vagy ki kell takarítani, ki kell mosni, ki kell vasalni, meg kell főzni, hanem a vigasztalásoktól is. Mert ugye elkezd majd hisztizni, és elkezd úgy manipulálni, hogy sajnáltatni fogja magát, hogy ő szegényként milyen félreértett, és mi nekünk empatáknak megesik a szívünk, nekem is megesett anno, és nem engedtem le ebbe a mély zuhanásba, nem engedtem le a nihilbe, és nem engedtem le a szakadék leggöröngyösebb éles kövekkel kirakott mélyére, hanem elkaptam, mielőtt oda csapódott volna. Elkaptam, mert hirtelen megsajnáltam, úristen, lehet, hogy tényleg ő egy félreértett ember. De most a no contact-tel nem állunk be azoknak a támogatóknak a sorába, akik őt mindig állandóan megmentik attól, hogy a szakadék mélyén szembesüljön azzal, hogy ő ki. Erre nem kell dollármilliókat fogadni, mondtam. De egy minimális esélyt talán mi ezzel megadunk nekik, hogy végre szembesüljenek magukkal, hogy végre érezzék a saját bőrükön a döntéseik következményeit. És a hetedik ok, amiért számunkra a no contact annyira jó, az az, hogy végre időnk van, terünk van, pszichés terünk van ahhoz, hogy újraépítsük magunkat.
Végre olyan emberekkel tudunk beszélni, akik nem gázlángoznak minket, hanem tisztítják a fejüket a saját reális rálátásukkal, azzal, hogy érvényesítik a mi tapasztalatainkat, a mi realitásainkat. Végre olyan csoportokhoz tudunk csatlakozni, amelyek szintén erősítenek minket. Végre ebbe a poszttraumás tanulásba bele tudjuk magunkat vetni, bele tudjuk magunkat élni. És sokan vagytok ezen a csoporton, pont azért, mert meg akarjátok érteni azt, hogy mi történt veletek. Ez egy nagyon felmentő, önigazoló lépés a mi életünkben, mert felmentjük magunkat végre az alól a súlyos felelősség alól, ami nekünk be volt beszélve, ami miatt állítólag a kapcsolat tönkrement, hogy mi ugye kezelhetetlen emberek vagyunk. De most végre a no contact alatt, amikor már nincsenek ránk ezek a toxikus emberek hatással, újra tudjuk kalibrálni az érzelmeinket, újra tudjuk kalibrálni az agyunkat, és ezáltal meg tudunk tisztulni ezektől a toxinoktól, ezektől a méreg anyagoktól, amelyeket ők belénk raktak. Tudom, hogy a no contact nehéz. Én is keresztül mentem rajta. Itt már többször taglaltuk ezen a csatornán, hogy kinek mi segít abban, hogy a no contactet folyamatosan, forever, örökre alkalmazza. Ahogy mondtam, és mindig mondom, nekem a tudás, ami segít, mert a tudás az adja a tudatosságot is egyben. Ettől függetlenül nagyon nehéz a kivitelezése, mert ugye az érzelmeinket a háttérbe kell szorítani, és a logikánkkal kell a kapcsolatunkat megoldani saját magunknak. Megint mondom, amikor a no contact nem lehetséges, mint alternatíva számunkra ott van a szürke szikla. Remélem, ez a videó segített nektek. Ha a listáról lemaradt valami, és biztos, hogy lemaradt valami, várom a kommenteket, várom a hozzászólásokat, egészítsük ki ezt a listát, mint mindig minden listát kiegészítünk. Akinek tetszett ez a videó, adjon egy lájkot, és itt folytatjuk nem sokára. Sziasztok!